Itt hagytuk hát akkor abba, bejöttünk a színházba, ahol a lázadók helyet foglaltak. Önkéntesen, illegálisan, de hát valamit ki kell találni, hogy túléljük itt. Itt élnek a lázadók, eltűnt Lamar. Vagy nem tudom, hogy ez Lamar egyáltalán. Azt tudjuk, hogy hol van Kleiner. Legalábbis csak szerintem megyünk arra, merre ő van. Jó van, na. Most a lényeg az akkor, hogy tulajdonképpen itt lesz egy bejelentés. Azt hiszem, merre kell menni hozzá. Hoppá, egyébként a WC Vortigaunttal. Ez elég kicsi mondjuk, itt nem férek be, mint játékos. Mindegy. Hát ez egy nagyon minimális kis designbeli probléma. Egyáltalán nem vészes. És itt, igen. Itt lesz majd a rádión elmondva a lényeg, amiből egy mukot nem értettem, és most se, úgyhogy fordítás neki kértek, ezt már megmondtam eddig is. Azt hiszem, talán nincs is. Ja igen, a jelentés. Igazából itt van egy easter egg, arról nem tudok, elvileg nincs. Következő, hogy ezután jön. Bejelentés után. Egyébként maga a szín azt kimondotta, hogy jól néz ki, itt el tudta viselni akár egy harcot is. Hát úgy festően nem kellett. És sok megy az adás. Hét rövid órába, órába került ellenségnek, hogy elfoglalják a minket nagyon rövid idő. Egyszerűen most már nem több, mint rabszolgák. Egyszerűen nem áll több, mint abból, hogy rabszolgák vagyunk. És hogy itt Gordon Freeman egy ilyen, ilyen élesen világító fény, hát kb. Mint ez. Biztosan arról beszél, ugye, hogy lázadni kell, tehát hogy itt az idő. Szóval csak bizonyítja, hogy a No Prospect robbanása után játszódik a Citizen. Most már szinte teljesen biztos. De amúgy már amúgy nem is érdekel annyira igazán. Hogy miről van szó, mert tudom a lényeget. Innen tovább megyünk majd egy új küldetésre. Ja, amúgy a kilátás kimondottan jó. Na ez fájni fog. Tudtam. És simán ki tudom nyírni magam. Ó, ez unalmas. Vége lehetne már. Most tudom mondani addig. Ennyi. Zsír. Ja, azt mondták, hogy mit fogunk csinálni. De úgyis hagyni fogjátok, hogy mit fogunk, úgyhogy ezzel probléma nincsen, nem lesz. Na, ez vajon mi lehet? Nem azt mondom, hogy nagyon érdekelne, csak így nézelődök. Jó, menjünk. Szerintem mehetünk. Igen, mennek is vissza. Most lesz egy kis pihenő. Azt megyünk tovább. Fisége van némi pihenés a küldetés előtt. Ezt fel is vissza az életőt egyből 100-ra. És akkor jön az a rész, ami miatt Hundum Guy úgy igazán nagyon szerette a Citizent.
4 órával később megyünk szépen a küldetésre. Egy kisebb osztag annak a részeként. Most van az ugyanis, hogy az itt 17-es városba fogunk járni. Kapaszkodjatok meg! Éjszaka. Már csak itt megjöttek mellettem. Szerint más tiszteleg nincs is, hiába néz előttem. Valami hátsó beállítva megyünk. Lőszer, nagyon sok lőszer. Már majdnem időkodatlanul sok lőszer. Egy gyakorlatilag a főbejáratnál, ha jól látom, már ki is megyünk. Vagy ez nem az? Nem. Ez egy hátsó sikátor. Jön a főnök. Hun van a főnök? Ott jön. Jó van. Maradjak mögöttük. Mennek és... Hát itt tudsz, hogy lövöldözés egy darabig nem lesz, sőt utcánk konkrétan jártál, nem lesz, amit hiányoltam. De nem baj. Ott nincs semmi más. Ott nincs semmi. Csak az a két hordó. Elvileg... Mint ez a kivilágított kis ajtó, ami nagyon hangulatos itt szerintem. De van zárva, de ki is van világítva egyben. Itt egy kitölt ablak, de fekete. Tehát látszik, hogy nincs mögötte semmi. Ilyet nem szeretem mondjuk, de hát ez van. Itt azért pár helyen még így a lámpa. Itt pár még ébren vannak. Ja, igen, ez az a főtér. Innen már külön... És itt megyünk tovább. Itt a biztonsági rendszereket ki kell iktatni, és itt van a következő istereg. Nem egy nagyon nagy vacizat megtalálni. De annál viccesebb. Itt a gomonopely. És milyen hangot ad? Ami nagyon beteg hangot ad ki. Itt egy ilyen... tehát ez az a megfigyelő. A kávézó, hogy Vortigaunt benne, az szerintem az a csávó, aki... Szerintem az a csávó, igen, aki segített nekünk. Kábbis itt lehet majd tovább menni, és itt fogjuk látni, ahogyan tovább hackkel valamit. Igen. Ez a csávó az, aki segített még a lázadáshoz csatlakozni. Úgymond elején emlékeztek az apartmanba. Annak így üttünk. Valamilyen központ... Nem tudom. De egy ilyen könyvtár is lesz majd később, nem tudom milyen IP-ről menjünk egyáltalán, de ott lehet látni, hogy az a robotka életre kelt, és így navigál. Jön ott, arra fogunk menni. Bement a szellőzőbe, ott a gép, meghackeli valahogy. És ennyi. Elvileg. Készen is volnánk. Erre, pontosan erre. Van itt... mi ennek a csávónak a neve? Annyira hülye vagyok, elfelejtettem. Breen! Wallace Breen. Az ő dicsőségét hirdető propaganda. Nem mondjuk ott is persze. Jaj! Ouch, jó van, mindegy, lejöttem hamarabb. Ami azért vicces, mert itt van... Ez úgy néz ki, mint egy pláza, mert itt az alsó részen vannak ilyen boltok. Mint ez. Ilyeneket imádom nagyon, mert ott arra is lehetne menni. Fantasztikus. Itt ez is le van zárva. Ez a beállt ennek a központnak. Konferencia központ, vagy nem tudom. De mindenképpen valami hasonló. Na, most akkor mi a fák van? Na igen. És ez kinyitódott. Na, itt az lesz a probléma, hogy itt nem tudnak átmenni, mert ez a szar le van zárva. Ott kell kinyitni, oda már nekem kell ebbe mennem, ezen keresztül. Csak hogy
Én bemegyek, és nem tudok visszamászni. Mondjuk lehet, hogy fölmászni sem tudok. Enélkül a hordó nélkül meg főleg nem tudnék. Jól hallom, hogy egymás belevág a sárszavába, jól hallottam? Egyszer van triggerelve a szöveg? Mindegy. Kinyitom akkor. Ajtó kinyílik, de vissza nem tudom mászni, mert az a szar túl magasan van. Tudja, olyantól úgy, hogy elválnak, szóval a kb. Erről annyit. Innentől pedig lopakodós részek jönnek majd. Ami egyáltalán nem vészes, viszont annál érdekesebb. A sneaky business. Jó, az ilyet magamnál tartom. Itt vannak akkor 10-es árusban éjszaka, azon belül is egy ilyen konferencia teremben, központban, vagy nem tudom mi ez. Ó, ez mi volt? Ó, jaj. Na aztán, ez aztán a fucking fuck. Ide be kell menni, de egyelőre nem tudok még. Úgyhogy tovább. Na, ott egy metrokop. Egy ilyen éjszakai őrjátos civil protection. Csávó. És el kell menni mellette. Ami mondjuk ennyi igazából. Mert tovább is olyan fog kiszúrni. Oda se tudom menni, jó van. Oda kéne egy ilyen biztonsági belépőkártya. Csak ne vegyen észre, ne vegyen észre. Na, eddig úgy tűnik, hogy minden rendben. Szóval, ja. Ajtó kinyit. Vagy ott volt valami energiamező, ha jól tudom. És oda kell bemenni. Aztán majd egyszer vissza is. Fontos, hogy ezt a háta mögött tegyük meg. És sajnos kijutni külön is nem lehet, mert akkor is riasztás van. Tehát ez nem ilyen Deus Ex módi. Sajnálatos módon. Pedig én örültem volna neki legjobban. És hogy is mi van, az már jó kérdés. Hát tudom, mit kéne mászkálnom. Hát bizony nem. Easter egg-nek kéne itt lennie? Ne, nem merek itt megütni semmit. Sajnos. Oké. Okay. Most van, hogy elmenjen. Aztán... Ja, nem is örökli, hogy futok itt össze-vissza. Húha! Ez azért még volt, hogy az enyém? Remélem az enyém. Na, ez viszont egész stílusos, tehát csupa márvány minden. És akkor itt külön menni. Nem arra, erre. És stílusosan majdnem minden ajtó le van zárva, ezek pont nem. Mindegy, itt is óvatosan kell kicsit menni. Az a hely aránylag egyben van, sőt nagyon, nagyon jól egyben van. Itt van medikit. Pont szükségem volt rá. Meleestem balfasz módon. Bár vicces volt, de hát... Már mindig a lámpát nyomom a Portal 2 miatt megszoktam ugye, hogy az E a... az aktiválás. A Portal 2-ben nem lehet ugye átállítani a billentyűket, legalábbis én nem tudtam. Na, és akkor itt jön a... Itt jön a legjobb, ugyanis itt van egy... Seal Protection... csávónak a ruhája, és ezt fel lehet venni. És ez kurva jó, ilyentől nem fognak érzéke, nem fognak észrevenni, és úgy nézek ki, mint egy metrokop. Oltári cucc. Itt lent, de csak lefele lehet menni, jó van. Itt csak jönni, oké. Okay. Hát akkor egy tisztelő ma nem lesz. És ezt se vesz észre egyáltalán. Persze lele van, akkor nyilván észrevesz, de hát attól nem kell még félni egyelőre. És nem tudom, hogy most aki itt akkor merre. Ja, itt erre, oké, okay, igen. Én nem jöttem ki. Hát akkor... Nem tudom most hirtelen. Merre kéne? Erre? Megzavarodtam. Vasorúbába, mánases viharban. Elhatartam. Mint vasorúbába, a mágneses viharban. Okay. Ez
Fura, pedig ilyen gondja általában nincsenek. Akármilyen hihetetlen. És az ott áll és le se szarik engem. Az útjába álltam és így... Eventet így deaktiváltam, vagy mi? Úgy tűnik nagyon. Hát akkor nem tudom. Innen gyűjtem, azt tudom. Vagy nem. Hoppá, egy tisztöreg. Talán, igen. A 12-es. Hogy nem hagytam ki valamit? Nem a 11-esnek kéne lennie? Nem mindegy, az biztos, hogy ezt magammal viszem. Viszont jól el volt dugva. Ha fejhez vágom, akkor az agyan út fog. Mi a... Áttepül rajta? Átám, csak én nem repülök át rajta. Tehát olyan, mint az a verbális fig meg a katya. Na most erre, igen. Erre pont nem gondoltam. Letöltés talán nincsen, de nem kockáztatok. Úgy tényleg, tényleg nincs, úgyhogy felejtsük el. Ja. Így viszont egy kis csavar jön. Hoppá! Valami történt. És ott mondta a levegőbe a tárgy, amit tartottam. Hát a ruhámnak sajnos annyi. És... Hát csak ez a meddig itt van. Állítják, hogy itt vagyok, úgyhogy... Úgyhogy ja. Ennyi volt a jó világ, meg a lopakodás. Persze, nincsen még vége, csak... Csak szünetel most. Más megoldást kell kitalálni. Ja, most jön a könyvtár. Megvan a férfias, hogy itt a könyvtárnál azért voltak gondjaim, nem tudtam erre kimenni, és a harc viszont annál inkább volt. De nem volt olyan nehéz egyáltalán. Ezek a részek baromi rövidek egyébként. Na itt az a probléma, ledobnak ilyen követő gombócokat. Egyébként meg... Ajaj! Már rosszul indult, lent valami nagyon lő, és fent. Ilyen gombócokat küldenek rám. Ami az ott köfő mennem, csak itt meg katonák lesznek nyilván. Nem olyan vészes mondjuk. Hoppá, hát kell harcolnak. Na már egy ilyen zombik persze, mindenhol. Vagy azt a mimet idézzem. Zombies. Zombies everywhere. Csak mit is csinál? Ami kajtot kinyitja. De nem, kibaszta azokat a szarokat. Tönkretette. Elvileg. Azt gyakorlatilag neki tudja. Nem, attól fél, hogy ezek nagyon is élnek még. Igen. Határozottan kurvára úgy tűnik. Én ezt kapcsoltam ki, oké. Okay. Én kérek elnézést. Energia mezőt, ugye. Mi már más játékban is kiválóan. De várt. Ouch! Az ott ügyesen eltalált. És még a pofámba szalad. Amikor... Valami más káosz van, nem tudom. Nagyon lőnek valamit, de nem engem nyilván. Én itt vagyok lent. Ilyenek eltalálnak, aznak az észre se vesz. Hogy élem ezt én túl egyáltalán? Máshogy ez úgy kinyír, mint a franc. Most meg visszapattan róla, mint egy vizes ufi. Hoppá! Kicseleztem. És magát nyitta ki a rohadék. Ja, válj! Hoppá, itt támadnak a lázadók, meg a zombik is. Na, támadjanak csak. És
És akkor most kell egy feljebb menni, ha jól tudom. Szóval igazából örülök neki, hogy ez a rész ilyen rövid, ez a könyvtáros, mert itt baromira eltértem már anélkül, hogy túlbonyították volna. Na. Azért van ammo-ból is ellátmány bőségesen. Nem. Mi a fuck? Ja igen, visszajött az a lény. Az Advisor vagy mi a neve. Combine Advisor. Ami nagyon veszélyes és nagyon erős. Kb. A Hunter le van egy színvonalon. De nem nagyon értek hozzá, mert nem láttam még a Half-Life 2 Episode 1-2-vel. Episode 1-2-vel. És akkor itt külön menni valahol. Itt kell, ó van. Elpróbáltam, hogy hát esetleg, de ezek szerint nem. Mindenképp kell a gránát. Így. Ugye a portából a Gladosnak a turetjét nem volt nagy vasszisztász megcsinálni, miután ezek már készen voltak.